fiatal vagy más korosztályban szeretne sportolni, az ma is megteheti. Tamási város polgármestere a sportolásra buzdított mindenkit a Tamási Szabadidői Sportegyesület bájának ünnepélyes megnyitóján. Mondhatjuk, hogy Tamási sportos város, ahhoz képest, hogy 8000-es település több mint egy tucat sportegyesület kínál a lehetőséget a mozogni vágyoknak, hangoztatta a településvezető. Az önkormányzat minden évben támogatást biztosít a sportszervezetek működéséhez. Ez a pandémia időszak alatt egy nagyon picit változott, de most újra gyakorlatilag a korábbi keretek mellett tudjuk támogatni a helyi egyesületeket. Ez vonatkozik kis részben a tavaszi sportágakra is, és nagy részben pedig az egyéb sportszakosztályokra, egyesületekre. Itt nagyon fontos szempont mindig az, hogy hány fiatal sportol az egyesületben, és természetesen milyen eredményeket érnek el. Az eredményekből pedig nincs hiány. Az egyesületekben folyó, aktív, kitartó munka időről időre meghozza azt az eredményt, amellyel Tamási városának hírnevét is öregbítik a versenyzők. A sportbál díját adója alkalmával néhány mondatos méltatásból tájékozódhattak a megjelentek a városban működő sportegyesületek szakosztályok sikereiről. Az Aranyszarvas KS-e élt a lehetőséggel, hogy a nagy nyilvánosság előtt ismerje el kiemelkedő tehetségeinek munkáját. Azért jó alkalom, mert lehet, hogy névről ismerik őket, csak személyesen nem, és főleg ez nekik egy nagy dolog, hogy a versenyeken kívül is díjazzuk őket. A legerősebb díjat itt a Nyirati Csongor fogja kapni, ugye ő a tavaly és az idei év combat wrestling és junior grappling magyar bajnoka. Emellett a fiatal tehetség kvalifikálta magát a nyáron Varsóban megrendezésre kerülő junior világbajnokságra.